Az Úristen folyamatosan azt mutatja, hogy éhínség jön, szegénység következik, nélkülözés következik erre a földre, nem csak Székelyföldre, hanem az egész Kárpát-medencére, és feltetőleg az egész világra. A Jelenések könyvének a fekete lova ezt jelképezi. Tehát jelképesen az a fekete ló, és aki rajta ül a fekete lovon, azt mutatja, hogy éhínség jön, tehát szegénység és éhínség jön az emberiségre. És a lovasnak a kezében egy mérleg van, ami azt jelenti, hogy az emberiség megmérettetik, meg lesz mindenki mérve. Mindenkinek a lelke, úgymond, mérlegre lesz téve, hogy ki mihez ragaszkodik, az ő lelkéhez, vagy a testiekhez. Azt mutatja mindenható Isten, hogy sokan az ételért fognak lemondani a lelkükről. Azok az emberek, akik testiek, egész életükben a testért éltek, olyan nyomás nehezedik rájuk, hogy lemondanak a lelkükről, csak hogy meg tudják adni a testnek azt, amit a test követel. Akik nem formálódnak lelkivé, akik nem kérnek kegyelmet Istentől, hogy átformálja őket, hogy lelkivé tegye őket, hogy hozzászokjanak a lelki táplálékhoz, az ilyen emberek bele fognak menni mindenbe, amit a rendszer kínál számukra, csak hogy a hasukat megtömhessék, mert nem fognak tudni éhezni, nem fogják tudni bírni az éhezést. Tehát szó szerint az lesz, hogy sokan az ételért, a földi eledelért fognak lemondani a lelkükről. Akik hozzászoktak a jóléthez, nem fogják tudni elengedni a régi luxust. A testüket fogják félteni. A testüket fogják félteni, azt akarják biztonságban tudni. És így bele fognak esni minden csapdába, amit eléjük állít a rendszer, és elvesznek. A gyógyszerfüggőkkel ugyanez lesz a helyzet. Mivel betegségeikkel nem fordultak az élő Istenhez, hanem az emberek, úgynevezett szakemberek tanácsát választották. Ha bezárnak a patikák, bele fognak halni az attól való félelembe, hogy elvétetett tőlük az orvosság, amitől az egészséget remélték. Megkérek szépen mindenkit, aki ezt megérti, aki ezt értheti, beszéljetek erről, mert az Úristen ezeket a szavakat nem csak nekem adja, ezeket a gondolatokat, hanem neked is, és minden egyes gyermekének, hogy figyelmeztesse a környezetét, a családtagjait, a szeretteit, és minden lehetséges eszközzel szóljon mindenkinek, minél több embernek, hogy értsék meg, hogy a rendszer januártól hatalmas nyomást fog gyakorolni az emberekre. És mivel, hogy az emberek nem váltak lelkivé, nem ismerték meg az élő Isten szavát, ahogy mondja Jézus, nem születtek újjá, nem szabadultak meg a bűneiktől, ezért teljesen testiek lesznek. Amikor jön a nyomás, teljesen testiek lesznek. Olyan nincs, hogy az embertől egyik napról a másikra elveszik a húst, a jólétet, a luxust, az eledelt, mert hozzá van szokva, nem tud lemondani arról. És ezért bele fog menni minden játszmába. Ezt mutatta mindenható Isten nekem éjszaka. Egy hosszabb álmot kaptam erről az időszakról, mint ahogy sok ilyen álmot kaptunk, nem csak én, hanem sokan mások. Isten folyamatosan mutatja a gyermekeinek, mi fog következni. De ebben az álomban az Úristen ezt emelte ki, hogy sokan az ételért le fognak mondani a lelkükről. Önként le fognak mondani a lelkükről. Hogy miről beszélek? Azt gondolja valaki ez science fiction? Akkor elmondom azt, hogy emlékezzünk vissza a Covid időszakra, hogy ott ez már kicsiben megtörtént. Amit én most mondok, ez nem egy új dolog, nem egy újdonság, hanem a Covidban ez már kicsiben megtörtént. Mert azok az emberek, akik hozzá voltak szokva a vásárláshoz, még csak arra sem vették a fáradtságot, hogy valahol máshol vásároljanak. Egy egyszerűbb helyen, egy kevésbé ellenőrzött helyen, vagy egy kevésbé kontrollált helyen, hanem mivel, hogy megszokták azt, hogy ők folyton a Tesco-ba, vagy a Kauflandba, vagy az Auchanba, vagy nem tudom én hova mennek vásárolni, ezért ők továbbra is oda kellett menjenek vásárolni. És mivel nem mertek vásárolni oltási engedély nélkül, ezért sokan felvették az oltást. Sokan azóta is abból koldulnak, megbetegedtek, gyógyíthatatlan betegségeket szereztek, pontosan ahogy Jézus mondja a Jelenések könyvében. Fekélyek, különböző elváltozások a bőrön, mert a méreganyag próbált távozni a bőrön. Sokan attól szenvednek még mindig, hogy felvették az oltást, hogy tudjanak menni vásárolni. Mások már el vannak temetve, a függőség miatt el vannak temetve, mert nem tudtak elszakadni a Tesco-tól, az Auchantól, a bevásárló központoktól. Nem tudták azt, hogy a mindenható Isten gondoskodik róluk,
az ő gyermekeiről, akik hozzáfordulnak. Ezért számukra nem volt más választás, csak az, hogy felveszik az oltást. A biológiai fegyvert elfogadják, mert az oltás biológiai fegyver. És azok az oltások, amelyek ezután következnek, sokkal hatékonyabbak lesznek, ami azt jelenti, hogy sokkal több méreg lesz ezekben az oltásokban, és sokan, rengetegen el fognak veszni, rengetegen fognak meghalni. Tehát, hogyha valaki azt gondolná, hogy amiről én beszélek, ez ostobaság, vagy túlzás, vagy az én fantáziám, az emlékezzen vissza, nem is olyan rég volt, amikor az emberek az ő szenvedélyeikért, az ő hobbiaikért, ugye akár a konditerem, akár a szentmise, akár a gyülekezet, különböző függőségek, bevásárlás függőség, felvették az oltást, és sokan meghaltak. Az Úristen azt mutatja, hogy ugyanez fog történni, de mostantól fokozottabban az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője, hogy ami a Covid-ban volt, az semmi ahhoz képest, ami lesz most, ami következik most, 2024-től. Azt mutatta mindenható Isten kedves barátomnak álomban, hogy temettek egy idős embert. És főképp az időseket fogja ezt sújtani. Az időseket és a gyógyszerfüggőket, a betegeket. Mert vagy nem lesz orvosság, vagy ha az elején lesz is orvosság, az teljesen össze lesz kapcsolva azzal, hogy fel kell vedd a fenevad bélyegét, fel kell vedd az oltást, oltási igazolással, QR kóddal, vagy ilyen digitális állampolgári igazolással mehetsz a patikába, és felvetted a fenevad bélyegét, ami azt jelenti, hogy téged teljes mértékben a rendszer kontrollál. Nem az élő Istennek a lelke, hanem a rendszer kontrollál. A gyógyszerfüggőséget, az orvosság függőséget kontrollál. Meg leszel fogva a függőségeden keresztül, amit kialakítottál, mert a betegséggel nem fordultál Istenhez. Megbetegedtél, de nem kértél tőle sem látást, hogy miért betegedtél meg, sem gyógyulást. Ezért orvosság függő vagy. És a patika, a receptek, az orvosi ellátás, minden. A nagyképű, felfúvalkodott embereknek mondom ezt, akik felfúvalkodtak a Covid után, hogy jaj, ők nem oltattak. Nekik mondom, amikor megbetegedsz, neked nem lesz más választásod. Kórházba visznek, és azt tesznek veled, amit akarnak. Ha te Istent nem ismerted meg, a kórházban azt tesznek veled, amit akarnak. Azt fecskendeznek beléd, amit akarnak. Mint ahogy kedves barátomat Brassóban megmérgezték, az éjszaka leple alatt. 2 oltást nyomtak bele az infúzióba, az éjszaka leple alatt. Ő kérdezte, hogy mi az. Éjszaka a nővér, mint a halál, beosondott kórterembe. Egy tárcán volt 3 darab vakcina. És hiába kérdezte, hogy az mi az, hogy azt ő nem kérte, őt senki nem tájékoztatta, ebből törvényszéki ügy lehetne, és sok ember ülhetne a börtönben, orvosok és nővérek, brassóiak. De a barátom ezt nem tette meg, mert ő nem kapott erre Istentől elhívást. De őt megmérgezték a kórházban. Súlyosan megmérgezték, szinte belehalt. Csodálatos történet egyébként, mert Isten megmutatta neki, hogy megmérgezték. Ő hiába kérdezte a nővértől, mi az. A nővér belenyomott 2 vakcinát az infúzióba. 2. És annyira remegett már a keze, hogy a harmadikot nem merte belenyomni. Ez itt történt, a büszke Székelyföld peremén, ugye, Brassóban történt. A büszke székelyeknél történt ez. És nem volt ennek az embernek beleszólása abba, hogy mit nyomnak bele az ő vérébe. Neked sem lesz beleszólásod abba, hogyha az orvosok kezére kerülsz, hogy mit nyomnak bele a véredbe. Hiába mondod, hogy te nem vagy hülye, nem vagy kísérleti egér, nem vagy idióta. Ha te bármilyen problémával, sürgősség mentővel a kórházba kerülsz, te ott azt fogod bevenni, amit neked adnak. Tudjál róla, az ő kezükben leszel. A másik dolog az, hogy igazolás nélkül, feltetőleg digitális állampolgár, vagy nevezzük ezt bárhogy, Covid igazolás, vagy QR kód, a fenevad bélyege nélkül nem lesz sem orvosi ellátás, sem patika. Tehát vagy felveszed a fenevad bélyegét, és akkor kapsz orvosi ellátást addig, amíg meghalsz, amíg a lélegeztetőgépen megfullasztanak, vagy pedig Istenhez fordulsz, és a Krisztustól felveszed az életpecsétjét. Ez a 2 lehetőség van mindenki számára mostantól. Nincs más lehetőség. Folytatom tovább a brassói történetet. Az ő beleegyezése nélkül, tehát pontosan mint a tolvaj, mint az ördög. Tehát belenyomták az infúzióba a 2 oltást, a nővér remegett, mert tudta, hogy bűnt követel Istennel és az élettel szemben, az embertársával szemben. És hiába kérdezted az ember, hogy mi az, nem volt válasz. Tehát 2 belenyomott, és a harmadikkal meg elfutott, mert remegett, mert tudta, hogy az élettel, az Istennel ment szembe. Fizetés emelésért
Kedves magyarországiak, magyarországi egészségügyi dolgozók és erdélyi egészségügyi dolgozók, a lelketek van kockán. A fizetés emelésért a lelketeket eladjátok a sátánnak, az antikrisztusnak. Tudjatok erről. Féltőn figyelmeztetlek. Most, aki ezt hallja, orvosok, egészségügyi dolgozók, ápolónők, a fizetés emelését ti belementek az embertársaitok megmérgezésébe, ti is bűnrészesek lesztek az ő halálukban. És a földi élet mindenki számára véget ér. Számodra is, számomra is. Utána következik az ítélet. Nem a reinkarnáció, mint hogy hazudják a sarlatánok, hanem az ítélet, ezt mondja az Úristen, az Úr Jézus, akit szégyel Székelyföld és Székely az egész Magyarország. Ügyeljetek, mit csináltok. Most, amíg halljátok ezt a felvételt, kapcsold ki, borulj le a térdeidre, és fohászkodj az élő Istenhez, hogy a lelked meneküljön meg. Ne félj, nem fogsz elveszni. Megbocsátja a bűneidet, ha hozzá fohászkodsz. De hogyha megmaradsz a bűnbe, el fogsz veszni. Úgy a tested, mint a lelked el fog veszni. Ezt ne felejtsd el. De a mai napon figyelmeztetve voltál az élő Istentől. Általam, de az élő Istentől. Szóval belenyomott két vakcinát az infúzióba. Nagyon rosszul lett, érezte, hogy meg fog halni. És az Úristen, most már nem emlékszem egészen pontosan, van egy felvétel itt a YouTube-on, már nem emlékszem pontosan, mi a felvétel címe, de elmondta, tehát megmutatta neki, hogy igen, megmérgezték őt, hogy méreg lett belefecskendezve az ő ereibe. És utána pedig kapott egy látomást, egy gyönyörűséges látomást, megjelent egy hatalmas angyal, tehát gyönyörűséges látás volt ez, kard volt, egy hatalmas kard volt az oldalán, és megszórta az ő testét aranyporral. És reggel, amikor felkelt, teljesen egészséges volt. És jöttek a sátán fattyai, jött az orvos, a nővér, hogy leellenőrizzék, hogy volt-e hatása az oltásnak. Kérdezték, hogy hogy van. Mondta, hogy teljesen jól van, teljesen egészséges. Hangsúlyozom, hogy mielőtt ez megtörtént volna, ő már egészséges volt, meg lett gyógyítva Istentől. A röntgen is kimutatta, hogy nincs víz a tüdején, egészséges. Mégsem engedték haza a kórházból. Féltőn mondom, amit mondok, mert rád is ez a sors fog várni. Ha bekerültél a kórházba, neked véged van. Tudjál róla. Ha ezt nem hiszed, borulj a tiédre most, és fohászkodj. Kér látást a szemeidre. Kér, hogy Isten mutassa meg, hogy mi a helyzet kint, és mutassa meg, hogy mi a helyzet bent a szívedben. Mert az embereket úgy igazából utóvégül nem a rendszer öli meg, hanem a bennük lévő bűnök. Engemet is, téged is, mindenkit. A bennünk lévő bűn fog megölni, amire nem kértünk látást, és nem kaptuk meg a bűnök bocsánatát. Tehát bárki felfúlalkodott az előző hullámokban, hogy ő nem vette fel a vakcinát, mert ő nem kísérleti egér. Ezeknek mondom, hogyha bármilyen egészségi problémád lesz, az orvosok kezébe kerülsz. Ezt mondja a próféta, aki vétkezik a teremtője ellen, az orvosoknak kerül a kezébe, és onnantól neked már nincs beleszólásod, hogy mit juttatnak bele a véredbe. Ők pedig azt fogják belejutatni a véredbe, amivel ők megbízattak, ők sem gondolkodnak. Itt mindenki parancsszóra cselekszik. Az emberi rendszerekben, a hierarchiában mindenki parancsszóra cselekszik. És azt fogja végrehajtani, amit kapott. Ez a nővér is csak azt cselekedte, amit ő kapott. Kapott fizetésemelést, irreális fizetést, míg a mások, többiek kevés pénzből meg kellett éljenek, az ő fizetésüket felemelték, az égig emelték, és ezért nagyon sok nővér, ápolónő és orvos odaadta lelkét az ördögnek, az antikrisztusnak. Hogyha valaki kételkedne abban, hogy igaz, amit mondok, éppen most írja Anna Mária. Ma reggelre azt az álmot kaptam, hogy dolgozatot, felmérést írtunk, és a második kérdés az volt, hogy felvetted-e a mixet? Felvetted-e a mixet? Azt mondták, mikor megkérdeztem, hogy a mix mit jelent, hogy az több oltást jelent, több fajtát egyszerre. Az emberek nem puskaporral lesznek megölve, hanem a biológiai fegyverrel. Az oltás biológiai fegyver. Az Úristen úgy adta, hogy ne legyen minden oltásban méreg. Ezért nem mindenki betegedett meg, és aki nem betegedett meg, az adjon hálát a mindenható Istennek, amíg nem késő. És kérjen látást a szemeire, hogy meglássa a bűneit, hogy szabaduljon meg minden mocsoktól, ami őt elválasztja tőle, hogy kapjon oltalmat az elkövetkezendő időben, mert rengetegen fognak meghalni. Az emberek tömegessével fognak meghalni. A barátom azt kapta,
hogy a hulla 6 napos volt, temetésen volt, amikor csukták le a koporsót, és nagyon büdös volt, hatalmas bűz volt, hullaszag volt, és kérdezte, hogy miért nem temették el mostanig. Miért kellett 6 napot várni? Azért, mert a 6-os az ember száma. Az ember szembesül azzal, hogy mi ő, miről szól az ő élete, miért dolgozott, miért élt. Az a hatalmas bűz, a rothadás bűze, az ember, Isten nélkül, Istennek a lelke nélkül. És ezzel ezt mondotta mindenható Isten, hogy tömegessével fognak az emberek meghalni. Nem is fogják tudni temetni őket, úgy, ahogy szokás, 2 nap után, vagy 3 nap után, hanem 6 napot is várnak egy-egy hullával, mert nem győzik temetni az embereket. Feltehetőleg tömeges sírba fogják temetni az embereket, nájlon zacskóba, mint ahogy a Covid-ban is tették. Lehet, hogy te leszel egyik nájlon zacskóban. Hogyha ezeket a szavakat te nem veszed komolyan, teljesen komolyan, és nem fohászkodsz most, amíg megteheted az élő Istenhez, lehet valamelyik tömegsírba, egy nájlon zacskóba te leszel. Ezt ne felejtsd el, és nincs halál, emberek. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, az Úr Jézus Krisztus által, akit szégyel Székelyföld, hogy nincs halál, nincs halál. Sok lélek végig szenvedi a test rothadását. Erre mondja Jézus, ahol a férgök nem hal meg, a tüzök el nem alszik, ez a pokol tüze. Ha valaki nem vált szabad lélekké, ez a sors vár, ez az ítélet, ez a nap bűnös és parázna nemzetségen. Mert Székelyföldnek, Magyarországnak nem kellett az élő Isten szava, a Jézus Krisztus szava ingyen, ajándékba, hanem megvásárolja a sarlatánoktól, a pálferiktől és a társaitól a halál szavát pénzen. Csíkszeredában ki fognak adni fejenként 10 eurót a hazugságért holnap után. És aki megveszi a hazugságot pénzen, azok után, hogy hallja, hogy az Úristen az igazságot ingyen adja, mert kifizette annak az árát a legdrágább vérrel. Aki fizetni fog a hazugságért, el fog veszni emberek, el fog veszni mindenki. Ügyeljetek, az életetekkel, a lelketekkel játszatok. Tehát a lényeg az, hogy megértsük, hogy amikor az ember találkozik az Úristennel, és megismeri Jézus szavát, Isten megadja az ajándékot, hogy meg is értse azt, lelkivé teszi őt, és kezdi őt táplálni lelkileg, lelki értelemben, lelki eledellel, mindennapi kenyérrel. És aki kap mindennapi kenyeret Istentől, az nem lesz annyira testi, testfüggő. Az tud létezni földi táplálék nélkül is, testi táplálék nélkül is. De akinek nincsen lelki eledele, az nem tud létezni testi táplálék nélkül. Ezért bele fog menni minden játszmába, amit a rendszer kínál számára, minden játszmába bele fog menni. Akár a vakcinázásba, akár a QR kódba, mindenbe, amit kínál a rendszer, és ezáltal felveszi a fennevad bélyegét. És attól a momentumtól kezdve a rendszer fogja kontrollálni az ő teljes életét, és nem Istennek a lelke. Isten gyermekeinek az életét, az élő Isten lelke, a Szent Lélek kontrollálja, az irányít engemet is. Noha van bennem gyarlóság, Isten könyörüljön rajtam, de az ő lelke irányít engemet. Ő adja tanításokat, kijelentéseket. Ő mondja meg, mit cselekedjek. És ilyenné válik mindenki, aki az élő Istenhez fordult, a Krisztus által. Megismerte Jézus szavait, elolvasta azt a 4 picike füzetet, János, Máté, Márk és Lukács evangéliumát, és kért látást a szemeire, és megbánta a bűneit, meglátta, hogy ő miben élt mostanig, mert kapott látást, őszintén megbánta, sírva, zokogva megbánta, Isten megbocsátja az ő bűneit, lelkivé teszi őt. Különben, hogyha ez nem történik meg veled, testi leszel, és bele fogsz menni minden csapdába, el fogod venni a fenevad bélyegét, és el fogsz veszni, menthetetlenül el fogsz veszni. Ez az ítélet Székelyföldön és a magyarságon. Annak bizonyságául, hogy valaki hallja ezt a felvételt, megértse a lényeget, hogy ez igaz-e vagy hamis, én elmondom, ami velem történt. Ez az én bizonyságom, egy része. Amikor én a Krisztushoz fordultam, és az élő Istennek a lelke beütt ebbe a szobába, én összeestem, térden állva fohászkodtam, sírtam, zokogtam, mert megláttam, hogy én mit vétettem az élet ellen. Korábban vak voltam, mint mindenki más. Azt hittem, hogy jó ember vagyok, mert jó ember voltam az emberek szemében. Poénos voltam, kedves voltam, a magam módján jó voltam. De Isten, amikor megmutatta, hogy a szívemben mik vannak, mit halmoztam mostanig, én meg akartam halni. És Isten nekem megadta, hogy halljak meg. De azt adta meg, hogy halljon meg a régi ember, a bűnös ember, aki több embertársát bántotta, több női szemét paráznává tett,
vagányságból, mert nekem minden szabad volt. Én voltam a vagány motoros srác, nekem minden szabad volt. De amikor szembesültem a bűneimmel, és tudtam, hogy mi az ítélet, én meg akartam halni, tudtam, hogy magamat nem tudom megölni. Hogyha magamat ölném meg, a pokolba kerülnék. Isten nem engedte, hogy bármilyen tégek. Viszont megmutatta, hogy mi az, hogy meghalni. És úgy ölt meg engemet a mindenható Isten, hogy a régi természetemet elvette tőlem. Elhívott ki a pusztába, böjtöltem. Nem erőből böjtöltem, hanem Istennek a szavára. Hívott, nem voltam éhes. 3 hétig nem ettem semmit. Semmit nem ettem. Nem is voltam éhes. Olvastam a János evangéliumát. Sírva olvastam. Bánatkönnyek és örömkönnyek voltak emberek. Azok. Tehát Isten tud ilyen tenni. Meg tudja adni, ha netán nem lenne eledel, amit megegyek. Akkor sem lennék éhes. Mert az ő gyermekei nem éhesek. Ők táplálva vannak lelki értelemben. Ez az agy számára felfogadatlan. A tudomány ezt nem tudja megmagyarázni. Én sem tudom megmagyarázni. Én csak elmondom, hogy ez történt. És többen, akik Istenhez fordultak, és Isten elhívta őket böjtölni, hogy megtisztítsa őket, több emberrel ugyanezt történt. Megadta Isten nekik, hogy böjtöljenek. Kedves utitársam, 1 hónapon keresztül, 30 napon keresztül nem evett semmit, vizet is keveset, még jóformán lesen fogyott. Ez az élő Istennek az ereje és a hatalma. Nem az a szabad, aki, mint az egerek s a patkányok, mindent megehet, hanem az a szabad, aki szabad úgy a jó lakásban, mint az éhezésben. Te szabad vagy-e? Te, aki hallod ezt a felvételt, szabad vagy-e? Ez a kérdés. Mert a szabadságot most le lesz tesztelve, következő évtől, januártól, februártól, a szabadságot mérlegre lesz téve, hogy te kinek éltél, minek éltél mostanig, és mindenki szembesülni fog mindennel. Lesz, akinek már késő lesz a szembesülés, lesz, aki talán megmenekül. Én kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, mindenki meneküljön meg. Hangsúlyozom, emberek. Minden egyes ember, aki testi, testfüggő, akinek a testből van az öröme. Tegnap elmondhattam azt is, tegnap esti felvételben, hogy az emberek, mivel az agyuk meg van fertőzve, a lelkük meg van fertőzve ezotériával, különböző ilyen sámánizmus, meg jóga, meg különböző ilyen tanok, ilyen jóléti tanok, a testi örömöt hiszik lelki örömnek. Én is voltam így, a testi örömöt hittem lelki örömnek. Azt, hogy brutálisan edzettem, kondíztam, vagy szaladtam, vagy táncoltam, vagy éppen dugtam, bármit csináltam. Azt hittem, hogy az lelki öröm, emberek. Meg voltam tévesztve. Az agyam meg volt fertőzve, vak voltam. Tehát meg van fertőzve a székelyek elméje, az ilyen Pál Ferik által, meg az ilyen életmód tanácsadók által, és nem tudják, hogy amit ők lelki örömnek hisznek, az valójában testi öröm. De a testi öröm elvédedik, és marad a kárhozat, marad a pokol, emberek, marad a száraz szembesülés. Ez a pokol. Ügyeljetek, kit hallgattok, mit hallgattok. Aki nem hiszi, hogy igaz, amit mondok, kérjen látást a mindenható Istentől. Isten meg fogja adni azt ajándékba. Ki van fizetve az ára a látásnak? Ki van fizetve az ára a bűnök bocsánatának? Az Úr Jézus. Isten az Úr Jézus testében a legtisztább vérrel fizette ki az árat, a szabadságodnak az árát, a megváltást. Ha te ezek után elmész Pál Ferit hallgatni, 50 leért, fizetsz a sarlatánnak, hogy azt mondja, amit te hallani akarsz, el fogsz veszni, ember, el fogsz veszni, ügyelj. Azt mondja az Úr Jézus, hogy juhoknak bőrében jönnek, de a szívükben ragadozó farkasok kívülről jónak tetszenek, jónak tűnnek, pozitívak, kedvesek, mosolyognak, de belül ragadozó farkasok. Ilyen a Pál Feri, és nagyon sokan, akik még Isten nevét is használják arra, az embereket hazugságban tartsák, elhallgatják azt, hogy van újjászületés, amit mondott Jézus, és szükséges újjászületni, aki nem születik újjá, a Jézus szava által, Istennek az ereje által, nem láthatja mennyek országát. Nem láthatja az igazságot, nem tud különbséget tenni az igazság és a Pál Feri dumája között. Az utolsó időben nagyon sokan jönnek ilyen hamis proféták, ilyen Pál Ferik Székelyföldre, és szégyellem magamat, drága székelyek, szégyellem magamat, hogy nem volt itt Székelyföldön, nem volt Isten embere, aki megállítsa a sarlatánokat, amikor ők jöttek Magyarországról. Az ilyen tátosokat, meg jóga oktatókat, meg a Pál Feriket, az életmód tanácsadókat, akik az embereket megfejték, elvették a pénzüket. Az emberek ugyanúgy mentek a kórházba, a betegségbe, a temetőbe, a pokolba, mint az előtt. Hogy lehetséges az, drága emberek, hogy régebb Székelyföldön csak egyetlen életmód tanácsadó volt. Csak egy volt. Isten. Az emberek egészségesek voltak, testileg és lelkileg. Most tele vagyunk életmód tanácsadókkal. Egymást nyomják le. Jönnek, hogy elszívják a székelyek vérét.
Vérengző farkasok? 50 lejekét? Megtelik több ezren lesznek bent éppen, vagy több száza? Az elég kemény summa. Elszívják a székelyek vérét. Miért? Azért, mert a székely úgy döntött, hogy nem kell neki az ingyen igazság. Jézus azt mondja, hogy ingyen kaptátok az igazságot. Fizettem a véremmel érte. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok azt tovább embertársaitoknak. Kétszer is mondja Jelenések könyvében, aki szomjazik, menjen hozzá, személyesen hozzá, és fogadja az életvizét ingyen, mert ingyen van. Döntsd el, Pál Feri, vagy az élőisten szava, az Úr Jézus. Döntsd el, amíg nem késő. Korábban kedvesebben szóltam, érzelgősebben szóltam, féltőn szóltam, szinte hízelektem, udvaroltam a hallgatóknak, hogy minél többen meghallják az igazságot. De most már szigorúan kell szóljak, mert most már ítélet van, emberek. Most már ítélet van. Ítélet következik. És az ítélet az, hogy aki a testet élteti, a testből fogja kapni a veszedelmet. Aki a testet éltette mostanig, és nem kapott lelki táplálékot, mindennapi kenyeret a mennyből, nem fog kapni mindennapi kenyeret a mennyből. Az ember bele fog esni a test csapdájába. Ezt mondja az élő Istennek a szava. Pál apostol írta a galáciabeliekhez, írlevelének a 6. részében. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Aki a testének vet, aki a testéért él, a test dolgaiért él egyfolytába, a testből aratja a veszedelmet. És aki a léleknek vet, mert kap ő mindennapi kenyeret Istentől, a lélekből arat örök életet. Jézus azt mondja, hogy ne a mulandó eledelért munkálkodjunk, mert Isten megadja nekünk azt, amire szüksége van a testnek, bőségesen, jókedvel, örömmel, neki van hatalma, akár a bűnöstől elveszi, odaadja az ő gyermekének, meg tudja ezt tenni a mindenható Isten. Csak az ő gyermeke kapja minden nap, fogadja a mindennapi eledelt fentről, lélekből, és cselekedje azt, amit neki mond Isten. Tegyen bizonságot, hogy minél több ember meneküljön meg. Ez az Isten gyermekének a dolga, a bizonságtétel, hogy minél több ember meneküljön meg. És ő megkapja a testnek az eledelét is, a gyermek, amire szüksége van a testnek, a ruházat, az étel, megkapja, nem fog luxust kapni. Hazugság, a sarlatán amerikai kereszténység hirdeti a gazdagságot. Németh Sándor és az amerikai bandája hirdetik a gazdagságot, a meggazdagodást. Pontosan az ellenkezőjét hirdetik annak, amit Jézus mondott. Becsapták az embereket, a halálba vezették embertársaikat a vakcinázással, mert a vakcina biológiai fegyver volt és még mindig az. Következő évtől sokan fel fogják venni ezt a biológiai fegyvert. Nem lesz puskapor, lehet, hogy nem lesz egyáltalán puskapor. Az emberek meg lesznek ölve a biológiai fegyverrel, a vakcinával. Akik nem hallották az élő Isten szavát. A szívem szakad meg, a szomszédommal beszéltem. Figyelmeztettem, Isten 3 darab kemény, figyelmeztető álmot adott neki. Vagyis, hogy nekem adta, hogy szúrítsam meg, figyelmeztesse. A válasz az volt, hogy letiltott. Visszament a templomba, aki őt be akarta oltatni. Az oltást nem vette fel, hát milyen katolikus. Hát, hogyha vallásba hisz, akkor felveszi az oltást, nem. Az oltást nem vette fel, de amit én mondtam az Úr nevében, megtagadta, letiltott, hogy ne hallja az én szavamat. És mondtam, hogy ha magadért nem, a gyermekeidért fordulj Istenhez, amíg nem késő. Fordulj Krisztushoz, amíg nem késő. De ő röhög magába, hogy én megbolondultam. Azt mondja Jézus, hogy aki issza az ő vérét, eszi az ő testét, nem hal meg soha, meghal is él, örökkön élni fog. Ezt mondja ő. Ennek mi a jelentése? Az, hogy ő kap lelki eledelt. Az, hogy iszom az ő vérét, azt jelenti, hogy megismerem az ő szavait. Mert azt mondja, az ő szava lélek. A lélek pedig a vérben van. Aki issza az ő vérét, issza az ő szavait. Aki issza az ő vérét, issza az ő szavait, megismerte az alapokat. A 4 evangéliumból a legtöbben el sem olvasták azt, akik hallgatják ezt a felvételt. El sem olvasták. Az alapokat, teljesen alap, a 4 evangélium, el sem olvasták. Aki issza az ő vérét, issza az ő szavait, az utána is. Tehát miután az ember megismerte az alapokat, és kért Istentől segítséget, hogy értse meg Jézus szavait, utána azt mondja Jézus, hogy eljön hozzá a Szentlélek, és tanítja őt folyamatosan, figyelmezteti, eszébe juttatja Jézus szavait. Ez az ő vére, az ő szavai. Enni az ő testét, mit jelent? Az ő testét magunkra ölteni. Azt cselekedni, amit ő mond nekünk. Enni az ő testét, azt cselekedni, amit ő mond nekünk. És azáltal van nekünk lelki táplálékunk. Azáltal, hogy iszom az ő vérét, tehát iszom az ő tanítását, az ő szavait. És azt cselekszem, amit ő mond. Azáltal van nekem táplálékom, lelki táplálékom. Hogyha elveszik tőlem a testi táplálékot, nincsen semmi gond.
Van, aki tápálja engemet a mennyből, mert megmutatta, hogy 3 hétig semmit nem ette. Éhesen voltam, amíg főztem másoknak, barátaimnak, bográcsost. Nem kívántam, éhesen voltam. Egészséges voltam. Éreztem, hogy könnyű vagyok. A lelkem is könnyű. A testem is könnyű. Ilyen az élő Isten, aki a vakot meggyógyította 2000 évvel ezelőtt, és most is, amikor beszéltem a vak embernek az evangéliumról, rá egy kevés időre Isten visszaadta látását. Miután 2 orvos mondta azt, hogy többet soha nem fog látni. Erről az Istenről beszélek. Róla beszélek. Aki személyesen hozzáfordul, megmenekült, meg van menekülve, fog kapni látást, meg fogja látni a saját bűneit, a szívében lévő életlenességet. Isten meg fogja bocsájtani azokat. És szabad leszel. Szabad. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, hogy ő nem lakik emberi kézzel csinált templomokban, sem gyülekezetekben, főképp a mai hazug, amerikai baptista, meg különböző ilyen gyülekezetekben, ahol az embereket szédítik a zenével, és nincsen személyes kapcsolat, nincsen tisztulás, nincsen újjászületés, mint a Gyergyóban is történik. Az emberek szédítve vannak, ezért voltam beküldve közéjük, hogy figyelmeztessem őket, hogyha ezt csinálják tovább, el fognak veszni. Isten és Jézus nevében viszik őket a feneketlen szakadékba, a tűzbe, mert nincs újjászületés. Ha volna személyes kapcsolat, hallanák az élő Istennek a hangját. Nem kéne egy gyarló embert, egy bűnös embert hallgassa, aki meg van kötözve a rendszer által, hanem hallaná az Úr Jézus szavát, és azt cselekedni, és volna öröme, lelki békessége. Ezt kínálja mindenható Isten mindenki számára. De akinek fontosabb a pap szava, a lelkész szava, a pásztor szava, mint az Úr Jézus szava, az nincs, hogy megmeneküljön emberek. Aki megérthette, meg kérem szépen, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.